Óriási csata végén 2 ponttal nyert a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata Jászberényben, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a 4. helyen zárta a középszakaszt. A negyeddöntőben tehát pálya előnyből várhatja Csirke Ferenc együttese a Jászberény elleni meccseket. Mindehhez nagy mértékben hozzájárult Cameron Taylor, aki parádés játékkal 32 pontot dobott, leszedett 16 lepattanót és kiharcolt 10 fautot a középszakasz utolsó mérkőzésén. A bajnokság ezen szakaszában már mindenki fáradt, mindenkinek fáj valamie, szóval ezek a meccsek nagyon nehezek. Ha oda tesszük magunkat, ha keményen küzdünk, sikeresek lehetünk a playoff során. Cameron Taylor hozzátette, őszintén szólva én csak a dolgomat tettem, vagyis mindent megtettem annak érdekében, hogy nyerjen a csapatunk. Most ezekre a mutatókra volt szükség a győzelemhez, nagyon örülök a sikernek. A pálya előny fantasztikus fegyvertény, főleg úgy, hogy a PVSK hosszú ideje nem tudta kiharcolni. Boldog vagyok, hogy részese lehetek ennek a sikernek. Az egyik fél 3 győzelméig tartó playoffban tehát a pécsieké a pálya előny. Az első mérkőzés szombaton 18 órakor lesz a Laubert Eső sportcsarnokban.